Üdvözlöm Önöket! Magyar Kanizsán megnyílt a Csókai Bugyi Lajos önálló képzőművészeti tárlata. A művész már 3 évtizede készíti karikatúráit, karikatúraportrét és festményeit. Magyar Kanizsától mindössze 15 kilométerre levő kis településen, de a Tiszamenti városban ez volt az első kiállítása. A csókai művészről első magyar kanizsai kiállításáig vajmi keveset hallottak a tiszaparti kisváros művészet kedvelői. A kiállításon Bugyi Lajos elmondta, hogy számára mellékes, minek tartják, művésznek-e vagy sem, ő az alkotás kedvéért dolgozik. A lényeg az, ami elkészülök, tehát amit a kezemmel, amit én elkészítek, a kép maga az, legyen az karikatúra, vagy legyen festmény, az a lényeg. Van ott a honlapon, vagyis azon az internetes oldalon egy idézet is öntől, ahol azt mondja, hogy ez a képzőművészet önnek nem hivatás, nem hobbi, hanem egy út, amely ha néha olykor nehéz és tövises is, de nagyon szép. Mit ért ez alatt egész pontosan? Hát ebben benne van minden. Ebben benne van az is, hogy mondjuk, tehát... hogy egy rögös út, tehát nem olyan egyszerű a képet se, az, akik festők tudják, hogy jó van, egy bizonyos jó pár év után ugye az ember belejön, főleg, hogy nem szakmám. Tehát ezt ilyen autodidakta, ön képzéssel sajátítottam el, és az nem nevezhető egy könnyű út. Én a portré karikatúrákkal kezdtem ezt az egész munkásságomat, azokon keresztül jutottam el idáig. Tehát ott abba beletartozik az, hogy némileg valamilyen szinten ismerni kell a portré festészetet is. Mert ahhoz, hogy én tudjam, hogy mit kell a portrén deformálni, ugye kikarikírozni azt az egyént, ahhoz tudnom kell, hogy valójában az ő portréját, és akkor megtalálni ezt a 2-3 pontot, amin én javítok, vagy túlzásba esek egy picit, de viszont megmaradok, hogy arra rá lehessen ismerni. Úgyhogy hát ez mind beletartozik ezekbe a dolgokba, ebbe az idézetbe. Itt van a legszűkebb környezetünk, a vajdasági táj, az észak-bánáti, észak-bácskai síkvidék különlegességei, legjellegzetesebb pontjai, ritkosságai, amelyek már veszendőben vannak. Mint igazi lokálpatrióta talán mondhatnám így is, ezekkel is törődik, ezeket is a vászonra viszi. Igen, hát elsősorban azt hiszem, hogy ez egy ilyen feladatom is, mivel hogy ugye itt élek, tehát itt az itteni dolgokat kell, hogy észrevegyem. Ugye festőnek az az elsődleges dolga, hogy észrevegye dolgokat, amit mondjuk lehet, hogy más nem vesz észre, elmegy mellette, látja, de nem veszi észre. Na most ebben rejlik az egész dolog, hogy észrevenni, és a feledéstől, úgy mondanám, hogy a feledéstől megóvni ezt a tájat, ezt a vidéket, ahol meglátni egy romos tanyába is a szép dolgot, vagy egy döledöző gémes kútba. Ezek nálam visszatérő motívumok. Én azt tartom, hogy lehet 100 gémes kútat is lefesteni, de mindegyiket másképpen kell. Hogy ne váljon monotonna, ne váljon unalmas az ember. Mindig valami más belevinni a dologba, és akkor az fantasztikus tud lenni. Bugyi Lajos munkásságát és alkotásait szerb nyelven Igor Szevicevics művészettörténész, magyarul pedig Pósa Károly képzőművész, a kiállításnak helyt adó Dobó Tiamér képtárvezetője méltatta, aki elmondta, hogy a kiállítás szinte véletlenül jött össze. Ahogy fogyatkozik a délvidéki magyarság, azt szokták mondani, hogy minden rosszban van valami jó. Ez azt jelenti, hogy az a sok kicsi, aki megmarad, az egyfajta minőséget képes fölmutatni, jobban odafigyelünk egymásra, gyorsabban megtaláljuk a másikat, ugyanis egymásra vagyunk szorulva. Így jött létre ez a kapcsolat is, egy kedves kanizsai ismerősön köröztül tulajdonképpen fölvillant ez a lehetőség, és éltünk az alkalommal, hogy egy kanizsaiak számára nem annyira ismert festőművészt elhozzunk ide Magyar Kanizsára. Csóka nem messze van, 15 kilométerre, mutatkozzon itt meg a tiszamenti közönségnek. Azt mondtad, hogy a vajdasági, és hát jobban mondva az alföldi táj szerelmes, azt hiszem még ez a kiállítás címe is.
Bugyi Lajos, és hát az alföldi motívumok jellemzőek a képeire, de úgy, hogy időnként szürrealista ábrázolással, időnként realista ábrázolással, sőt, van, hogy keveredett ábrázolással mutatja be ezeket a képeket, ezeket a házakat, épületeket, objektumokat, fákat, szélmalmokat, gémes kutakat, egyebeket. Hát Bugyi Lajos képeint elnézve, ahogy a bevezetőben is mondtam, a legnagyobb erénye az, hogy önálló stílus teremtett, a képei jól fölismerhetőek, lenyomata a munkásságának, amelyekben, ahogy a kommentár is szólt, egyfajta furcsa álomképek kavarognak, valóság alapján fogant, született képekkel. Éppen ezért ez a fajta technika, amit ő alkalmaz, nagyon alkalmas arra, hogy a gondolatait, a legbelsőbb ényét kivetítse a nagy közönségnek. Azt gondolom, hogy egy halatlanul érdekes világot mutat meg nekünk Bugyi Lajos. Valahol a tudatalattinkban kotonyászik, és ezek alapján próbálja fölmutatni azt az értéket, amit ez az Alföld mindig is képviselt. Kemény és küzdelmes mindennapjainkban a szemnek is jól eső meleg színeivel Bugyi Lajos grafikái és festményei kellemes élményt nyújtanak a művészetbarátoknak. A Csókai Képzőművész kiállítása március 4-ig tekinthető meg a Magyar Kanizsai Dobóti Amir Képtárban. Gion Nándor, Szent Tamási születésű íróra és költőre emlékeztek a Gion Nándor napok keretében Szent Tamáson. A Gion napok rendezvény folyam keretében novella pályázatot hirdettek, és kiosztották a 2012-ben útjára indított ifjúsági regénypályázat díjait is. Ünnepi keretek között adták át a Gion Nándor ifjúsági regénypályázat díjait február 5-én Szent Tamáson a Kultúrotthonban. Szép számú közönség kísérte végig a műsort. Az író születésnapja alkalmából rendezett ünnepség fontos a Szent Tamásiak számára. Nagyon örülök neki, mert tudom, hogy a férjem nagyon szerette Szent Tamást, ugye itt született, és ide mindig hazatért, nem csak írt Szent Tamásról, hanem boldogan jött, és tovább tartotta a kapcsolatot az emberekkel, akik esetleg mint regényhősök vagy szereplők tűntek fel a könyvében. Tehát úgy érzem, hogy ezzel egy kicsit ő is tovább él ezekkel a Gion rendezvényekkel. Nagyon örülök neki. A 2012-ben meghirdetett pályázatra 4 regény érkezett. A zsűri véleménye szerint az egyik díjat Móra Regina, Pöttönváros regénye érdemelte ki. Az írónőt nem először díjazták műveiért. Nekem nagyon megfelel ez a pályázat, mert azok közé, az írók közé tartozom, akik kicsit félnek a művük bemutatásától, és ez a jeligés módszer nekem nagyon megfelel, és bátorrá tesz. Nem is tudom, hanyatszor vagyok már itt, és minden alkalommal jól érzem magam, és hálás vagyok, hogy értékelik, és ilyen szépen értékelik az alkotásaimat, akár novella, akár regény, akár most az ifjúsági regényem. Mindig megsúgta, hogy ki alkalmas egy jó kis rosszaságra, és azt is megéreztem, mely rosszaság kihez is ír. A legjobb alkotást Fehér Miklós, zentai fiatal író műve, a Fekete Normalitás érdemelte ki. Kezdetben publicisztikával, újságírással foglalkozott, majd később ragadta meg a novella írás szeretete. A szerző fiatalkora ellenére, mint mondja, sok élettapasztalattal rendelkezik. Én ezeket az élettapasztalatokat próbáltam átadni először a novelláimon keresztül, aztán pedig azt tettem észre, hogy amikor voltak olyan novellák, amelyeket nem publikáltam, azok egyetlen egy történetet mesélnek el, és ezek a történetek egybefonódnak. Úgy dolgoztam át, úgy írtam át ezeket a novellákat, hogy egy komplex történetet kaptam, ami gyakorlatilag az identitás keresésről, identitás fejlődésről szól, és így született meg ez a Fekete Normalitás című regény. Bárcsak megmondhatnám neki, az én életemet festette fel. Ide mindenki szemeli.
és versmondói múltja van, van akinek régebbi színjátszó múltja van, ami megint csak hoz magával egyfajta versmondói stílust, és igen, törekedtünk az egyszerűségre, törekedtünk az őszinteségre, tehát a színházi műhelynek az a lényege, hogy mindenki magához képest járjon be egy-egy utat, tehát tegye meg a lehető legtöbbet, és érjen el a lehető legmesszebbre. Ma már nyugodtan ejtem a nevet ki. Ma már nem reszketek tekintetedre, mert ma már tudom, egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Egyébként a versekhez milyen a viszonyod? Neked és a korosztályodnak? Mármint úgy általában, vagy ezekhez a versek? Hát én nekem nagyon jó viszonyom van a versekkel, én nagyon sokáig nem szerettem a verseket, amíg ugye az iskolában ültünk és tanultuk. Aztán mikor elkezdtem megszeretni, azt persze színházba tettem a Karc estéken és egyéb rendezvényeken, amikor láttam, hogyan kell profin mondani. Mert az nekem semmit nem tesz, ha egy magyar tanárnő felolvassa, de azt, hogyha valaki előadja, akkor már az nem is vers, akkor az már szöveg, az már élet. Nekem így kellene lennie, teljesnek, egésznek. Mitől függött, hogy melyik versekre esett a választás megzenésítés szempontjából? Tehát húztatok kesztyűből, vagy valami kalapból, vagy pedig tényleg figyeltetek arra a ritmikára is, hogy hogyan adja magát a verszeneinek? Hát igazából nem tudom, tehát így jöttek a versek, és mi pedig kitaláltunk rá egy dallamot. Tehát jó, nyilván. Tehát ugye Gigivel beszéltünk. De várja, Máté, azért vagytok itt Rahedlian. Hát hányan vagytok zenészek? Hatan? Most így Satzper kávé. Nem. Többen. 3, 7, 8-an. Pláne. Tehát vagytok itt 8-an, és akkor valaki földöbb egy ötletet, és akkor azon csámcsogtok, vitatkoztok, visszahúzzátok, elvetitek, másik újat. Tehát hogy lehet együtt csinálni 8 embernek valamit? Hát nem tudom. Tehát nincs vezérkos? Nem igazán. Tehát kitalálunk valamit, ha többiek egyeznek vele, akkor megtartjuk, hogyha nem, akkor változtatunk rajta. Igazából, hát amit csinálunk, az eléggé behatárolhatatlan, hogy ez most milyen stílus, vagy hogy milyen zene igazából, mert tényleg rengeteg stílus vonás, vagy stílus jel megjelenik benne. Tehát például egy számon belül, ugye itt sikerült végül is összehangolnunk a klasszikus zene elemeit a korai jazzzel, tehát jazz, swing, illetve rock, sőt még egy metálos részt is beleraktunk, mert végül is nagyon sokféle zenei nyelvet képviselünk ezen a zenekaron belül. Kulturális estet szervezett a közelmúltban az Ácsi Roma Egyesület Szabadkán. Az est folyamán magyar és cigány nóták csendültek fel, ebből mutatunk részleteket. Ennyivel készültünk, jövő héten ismét várjuk Önöket, viszontlátásra!